Nincs olyan foci rajongó, aki ne várná a csütörtökön induló labdarúgó világbajnokság első sípszavát, amely 17 órakor fog megszólalni, jelezve a torna első mérkőzésének kezdetét. Oroszország ellenfele Szaúd-Arábia válogatottja lesz. Hajdújáráson évek óta a legrangosabb focitornákat nagyméretű kivetítőn tekinthetik meg az érdeklődők. Jelenleg ez lesz a 8. alkalom, amikor rendezzük ezt a vetítést. Első alkalommal itt nálam a saját otthonomban. Előtte 7 alkalommal a hajdújárási helyi közösségben szerveztük. Tehát a 2006-os világbajnokság volt az első, vagyis 2006-os Európa-bajnokság volt az első ilyen esemény, amit vetítettünk, és azóta minden 2 évente, tehát Európa-bajnokság, világbajnokság, mindegyiket vetítettük lent a helyközösségben, és akkor így. Az ötlet az pedig onnan jött, hát igazából ez egy baráti társaságnak az ötlete volt, és később ez idáig nőtte ki magát. A legnagyobb nézettség az eddigi vetítések során a 2 évvel ezelőtti Magyarország-Belgium Európa-bajnoki találkozón volt. Több mint 100 néző volt jelen. A készülődés mellett sok szó esik a selejtező mérkőzések eredményeiről, és arról is, hogy kik lehetnek a csoportok továbbjutói. A szerbeket nem igazán tartom továbbjutónak. Úgy hallottam, hogy egyes játékosok Mladen Krisztályi szövetségi kapitányt nem igazán fogadják el, nincsenek vele egy hullámhosszon. A szervező társaság főleg foci rajongókból áll, de vannak hivatásos futballisták is, akik segítik az ilyen rendezvények megszervezését. Közéjük tartozik Szalma Dávid is. Én nekem a franciák, brazilok a 2 favorit, szerintem ez a 2 csapat köz fog eldőlni a végső győzelem, de ott vannak még az argentinok, persze, spanyolok, akik még bele szólhatnak ebbe a harcba. Így készülnek tehát hajdújáráson a foci VB megnyitó ünnepség megnézésére és az azt követő futballmeccsek megtekintésére. A teremben HD minőségben vetítik majd a foci VB minden mérkőzését, és szívélyesen várnak minden foci rajongót, akik egy kellemes, szurkolói hangulatban szeretnék végigkövetni a meccseket.